kérem szépen, körbe tekergettük, szelephézak, valójában manuálon belül van, én nem nyúlok hozzá, úgyhogy fölösleges vele foglalkozni. Igazából nagyok a hézagok, tehát kifele van 22-es, de elfér. Ezeken mindig elfogy a hézag, ezeken a kalszakikon. Na aztán ugye itt van a karburátor, némi kis kosz van benne, de ez nudli. Szedem itt le a cuccokat. Látod, tehát olyan hű, de nagy baj itt nincsen. Közben itt ugye mindent elmostam, ledrót kefézve, minden fégtisztítóval elmosva, ezt is ledrót kefésztem belülről is, amennyire lehetett. Ezt a karburátort is elmostam kint, karburátor tisztítóval. Már két csavar beletört a fékbe, mert olyan sűrűn van. Igen, egy nagyon kis pincéri kosz van benne, de igazából én azt nézem, hogy mindegyik rugózik. Egy kicsit alacsony az úszószín, de nem rossz. Úgyhogy be lesznek állítva, ki lesz pucolva, minden. Mondjuk hát a csavarfejek, na nézd csak. Én azt nem értem, hogy minden látod, ott annak nincs baja. Ha ezt ki tudta szedni, azokat miért nem? Már az előző Krampus. Jó? Úgyhogy itt is mindjárt mindent elpucolok, mert még ugye itt nem tartok. Utána kimosuk ott a blokk közepet, kimosuk a légszűrőt. Itt ezekkel most megnézzük, hogyha olyan, mert itt nem tudom, hogy most ez van eltörve, vagy a kábel a szar. Mert ebbe cserélhető a kábel, ez még úgy lett megcsinálva, hogy békebeli, tehát nincsen egyben az egész, megnézzük, hogy a kábelek, de nem volt ilyen baj, a pöcre indult, majd megnézzük, beindítjuk, lehújtjuk a villanyt, hogyha áthúz valahol, akkor kábelt is cserélünk, elmosok ott mindent, és akkor indulhat a 6 hengeres limbo hintó, jó? Na, úgyhogy körülbelül itt tartunk most.